Székely Léla, harmadik A-osztályos tanuló, évek óta több alkalommal is megmutatta már vers és prózamondó tehetségét. Ebben az évben a házi mesemondó verseny megnyerését követően harmadik osztályos kategóriában a kerületi első helyet szerezte meg a Tátos Galamb című népmesével. Ezt tudjuk hallani most. Léla további áprilisban rendezendő versenyekre is készül, a kerületi szívdesszert, valamint az országos vers és prózamondó versenyre a Fazekas Gimnáziumban. Sok sikert kívánunk hozzá neki. Felkészítője Körlend Juhász György volt. Következik tehát Székely Léla. Amikor a magyarok királyt akartak választani, összehívták a népeket. Szegény, gazdagok, minden rendük egyaránt. Amikor összegyűltek, elengedték a tátos galambot. Akinek a vállára szállt a galamb, az lett a király. Élt egyszer egy szegény ember, annak volt egy jóra való süttyó fia. Ezt a legénykét úgy hívták, hogy Mátyás. Egy nap ez a matkó gyerek megunta a nagy szegénységet, s azt mondta az édesapjának. Édesapám, nem ülök én itthon ebben a nagy szegénységben, elmegyek szerencsét próbálni. Ered, fiam, hát ha megsegít a jó Isten? Na, a legényke feltaliználódott, elindult szerencsét próbálni. Járt ide, járt oda, kereste, hogy mihez fogjon. Egyszer csak beért egy nagy városba, tolongott a nép. Egyik percről a másikra egy nagy sokadalomban találta magát. Nem tudta elképzelni, miért gyülekednek úgy az emberek. Megszólított hát egy bácsit. Bácsikám, mi van itt? Mit csinál itt ez a sok ember? Miért lármáznak? Miért ülekednek? Hát mi volna, fiam? Hát királyválasztás van. Mátyás nézelődött, tekergette a nyakát, hát ha meglátná ő is a királyt, de nem látta sehol. Akkor kapta magát, s felmászott egy kerítésre. Egyszer csak elült a nagy lárma, nagy csendesség támadt, kihozták a kalickát, s elengedték a tátos galambot. A galamb vigyázkodott, erre-arra fordult, ide-oda rendesett, hirtelen aztán rárepent a Mátyás gyerek vállára. Mátyás úgy megijedt, hogy el akarta kergetni a galambot, de az nem akart leszállni a vállára semmiképp. A nép kiáltozni kezdett. Éljen az új király! Éljen az új király! Az urak megharagudtak, ordítoztak össze-vissza. Tévedett a galamb! Az nem lehet, hogy egy ilyen rongyos kölyök legyen a mi királyunk. Mátyást elzavarták, a galambot megfogták, s újra visszatették a kalitkába. Mátyás eloldalgott, elhúzódott a tömen mellől egy fa alá. A galambot újra elengedték, hát az másodszor is csak megkerestek, és szépen ráült Mátyás vállára. Az urak csak nem nyugodtak bele a dologba, de aztán, amikor harmadszor is a Mátyás gyerek vállára szállt a galamb, a nép zúgni kezdett. Ez Isten akarata! Éljen Mátyás király! Éljen az új király! Mátyást megkoronázták, dicső nagy király lett belőle. Jó világ jött a szegényekre. Mióta meghalt, sokszor mondják. Meghalt Mátyás király! Oda az igazság!